Azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ugye azt mondjuk, hogy most túl higiénizált világban élünk, és ez a baj, hiszen nem kerülnek így be a probiotikumok a szervezetünkbe, nem pótlódnak. Hát most igen, az is fontos a higiénia, és hát ugye fontos a probiotikum, és hát a probiotikum az fontosabb nyilván, mert régen nem volt higiénia, csak probiotikum, és ugye az emberek életben maradtak. Úgyhogy úgy tudnám mondani, hogy a higiénia az nagyon fontos, kell vigyázzunk, hogy a koszt meg mindent lemossuk, a testfelületünket tisztán tartsuk, a szánkat tisztán tartsuk, ami nagyon fontos, ami gócpontok forrása. És a probiotikumokról pedig annyit, hogy ugye azok nem másak, mint a... Tehát nem azt mondom, tehát hangsúlyozom, nem a romlott ételek. Tehát azok az ételek, amelyeket kidobnánk, azok között vannak legtöbb elrejtve. Jó, most itt nyilván nem említem a zavaros savanyúságokat, amik direkt ugye a probiotikum források, akkor a tejtermékek, és így tovább, és így tovább. De én arra gondolok, hogy például nagyon sok penész, az probiotikum, vagy természetes antibiotikum, az ember régen használt, vagy akár a bodza, vagy a elgesztett dolgok, vagy az ilyenek. És gyakorlatilag úgy tudunk különbséget tenni a jó és a rossz között, tehát hogy az az étel, ami már tényleg megromlott, vagy csak egyszerűen mi kidobásra ítéltük, mert más a szaga, vagy erőszaga van, vagy penészszerű képződmények jelentek meg rajta, hogy az a romlott étel, tehát ami tényleg betegséget okoz, tehát soha nem volt probiotikum az emberi evolúció során, amit, és ez általánosítás, mert ez sem mindenre igaz, vannak olyan vegyszerek, ugye, amik például az uborka, ami hány ingert csinál, az epét ingeli, ami ugye egy kémiai anyag, és jó, például akinek ugye nincs rendes epe elfolyása, annak kifejezetten mindennapi előírt zsír felszívódást fenntartó anyag. De értem a romlott ételeket, hogy amelyek hány ingert, vagy undoros hány ingert váltanak ki bennünk, a szaga, és nem a látvány elsősorban, azok valóban a rossz patogén baktériumok, vagy gombák, mikroorganizmusok, és az összes többi, aminek csak erős, szúrós, keserű, savanyú, ilyen-olyan szaga van, vagy mondjuk a látványa visszataszító, ugye, mert penésznek néz ki, vagy bármi hasonló. Kivétel a fekete penész képezte, amire tényleg vigyázni kell, szóval azt nem szabad lenne elfogyasztani szerintem. Azt inkább érdemes elkerülni, még ha néhány probiotikumról le is maradunk ezáltal. De ami nem fekete színű, tehát akár sárga, mit tudom én, más, fehér, és így tovább, zöld penész, nek néz ki, vagy egyszerűen csak szúrós szaga van, vagy mit tudom én, pina szaga van mondjuk a camembert sajtnak, vagy szóval bármi ilyesmi, azt alapvetően probiotikumként kell kezelni, és, vagy avas szalona például a nagyon fontos a zsíremésztéshez, és hogy a gyomorégést szerintem azzal lehetne megszüntetni, vagy hasonló anyagokkal, vagy ugye a gyomorba talált, a marha gyomorba található ilyen pulyka, hús szagú, édeskése, vagy mosogató rosszagú baktériumokkal. Na, a lényeg az az, hogy tehát azokat viszont fogyasztani kell kis mennyiségbe és rendszeresen. Ahogy ugye az utcán élők is nagyon sokat esznek penészes kenyeret és hasonló dolgokat, és megeszik is ugye ők, tehát az állóképességük jó, tehát nem azt mondom, hogy nincs egy csomó parazita és kórokozó bennük, de ugye meg tudnak élni abban a hidegben azok körülött a körülmények között, a szomorúságok mellett, tehát jó az állóképességük. Úgyhogy ők ennek köszönhetik, ahogy a régi ember is ennek köszönhette. Tehát hangsúlyozom, ami a lényeg, summa-summarum az egészben, a különbséget tenni az az étel, ami valóban kidobásra ítélt, vagy csak mi ítéljük tévesen kidobásra, az az undor. Tehát, hogyha ha hány inger undort érzünk, hogyha megszagoljuk vagy látjuk, és erős, tehát fizikai érzést érzünk, nem csak úgy gondoljuk, akkor az tényleg kidobásra ítéltetett. Az összes többi, amit még csak úgy gondolunk, csak érdekes, vagy szokatlan, vagy kellemetlen szaga van, vagy szúrós, vagy valami, az viszont csak erősít, hogyha megesszük, mert azok a probiotikus baktériumok, vagy penészek, amik az evolúció során mindig is jelen voltak, és mi ezekhez alkalmazkodtunk, tehát a szimbiózis ezekre alakult ki, úgyhogy nekünk most már nélkülük rosszabb. Nélkülünk rossz, mint sem velük, úgyhogy ezt mindenképpen velük, tehát jó, úgyhogy ezt meg kell, el kell őket fogyasztani.